Tavez, Bagtallo, Lácsó Divesz mindenkinek, azért ezt muszáj bemutatnom, a pofátlanság ne továbbját. Tehát ezt nézzétek meg, a keleti pályaudvar kellős közepénél szinte, amit egyébként senkinek nem szabad, ő neki szabad. Tehát a gazdagok ennyire pofátlan mocskok, ő ide parkol. Neki szabad, mert neki ilyen gépje van. Ezt nézzék meg. És kirakta. Persze ott mennek a rendőrök, meg itt is mennek a rendőrök, meg ott is, hát ilyenkor nem tudnak oda menni, meg odafigyelni. Hát, ilyen világban élünk, amint látjátok. Itt így, felállva, felparkolva. Ennyi. Hát így. Itt vannak a táblák, nem tudom, látjátok-e, miket tilt, mindent megtilt. Az, hogy ott legyen egy fehér Mercedes, az kifejezetten tiltja, de hát neki lehet. Na, sziasztok! Na, sziasztok! Egyébként megvannak az anyagok. Készen van a roma tagozatnak az Európai Uniós ilyen elvárása. Azzal kapcsolatos kérdésünk, azzal kapcsolatos ilyen nyilatkozatunk, és az, hogy képzeljük el azt, hogy igenis saját jogon kell a romáknak az Európai Uniós parlamentben képviseltetni magukat. Egy olyan uniót akarunk, és egy olyan unió a mi jövőképünk, ahol a legkisebb egység a család, és a legnagyobb érték a gyerek. De erről majd bővebben. Sietek, mennem kell egy másik helyre, ráadásul család is van. Úgyhogy láttátok, hogy mi a helyzet itt. Nézzétek az e-maileket, meg fogjátok kapni. Tavez, Bagtallo, Lácsó Divesz mindenkinek!